Köszöntöm a tisztelt nézőket, ismét itt vagyunk a karantén Polbitben, a szomorúan üres, bezárt R56-os sörözőben, amely most már hetek óta stúdióvá van zsálva, csak így a kamerán keresztül fogadja a tisztelt vendégeket. Ellenben itt van velünk Velkei György, az egyik frontkórházból, a Betesda gyermekkórház főigazgatójaként, gyermekanesteziológusként. Jó estét kívánok! És Tefka István, a Pestes Srácok lapigazgatója. És amikor ez az egész, mindjárt azzal kezdeném, hogy amikor az egész járványnak híre érkezett, vagy leginkább az, hogy ez itt Európát is érintheti, Olaszországból kaptuk az első szörnyű híreket, minden szülő először arra gondol, hogy úristen, és akkor mi lesz a gyerekekkel. Azóta nyugtatnak bennünket, hogy a gyerekeknek igazából semmi bántódásuk nem nagyon eshet ettől a kortól, de azért itt-ott a nemzetközi sajtóban hallunk rossz híreket is. Valóban ennyire védettek a gyermekek a koronavírustól? Igen, azt hiszem, hogy itt át kell állítani a szokásos reflexeinket, és miközben mindennek van árnyalata, semmi sem fekete és fehér, tehát valóban a gyerekek is, és erről utána mondok még pár fontos mondatot, a gyerekek is veszélyeztetettek lehetnek, de át kell állítani az agyunkat arra, hogy az öregeket, az időseket és a betegeket kell nagyon védenünk. És ez nem olyan nagyon könnyű, mert a magyar társadalom, bár az idősek felé is gondoskodó társadalom, de nagyon gyerekcentrikus társadalom. Tulajdonképpen mindannyian hozzászoktunk az elmúlt évszázadokban, hogy a gyerek körül mozgunk, az ő féltését, időnként túlféltését is visszük leginkább a mindennapjainkba bele. Tehát egy kicsit ez az átállás, én is éreztem, ahogy a szülőkkel, akik hozzánk hozzák a gyerekeiket, meg a családtagokkal, mindenkivel beszéltem, hogy ez nem olyan evidens, nem olyan egyszerű. Mostanra talán már ezt érti nagyjából a társadalom. A gyerekeknél maradva, azért a gyerekeknek egy igen jelentős része az beteg. Ez nem, a gyerekeket mi az egészséges utcán szaladgáló, óvodába, iskolába járó gyerekekként tartjuk leginkább számon, de van egy koraszülött, újszülött réteg, ami az életnek az egyik leginkább sérülékeny része, és annak nagyon súlyos, komoly gyerekbetegségek, daganatos betegségektől elkezdve krónikus betegségek, és sok gyerek maradványtünetekkel, maradandó sérülésekkel jön ki sokféle betegségből, tehát a gyerekeknek azért nem kis része hordoz komoly betegséget, és ők is veszélyeztetettek. Pontosan így van. Különösen azok, akiknek a keringése, légzése, vagy az immunrendszere sérült, őket pontosan ugyanúgy kell lóvni, mint az időseket. Most tehát vannak ott nálatok? Igen. Ezek a kórházakban nyilvánvalóan nagy számban összejönnek, és hát ő a krónikus gondozottaink nálunk is, és mindenhol zömében belőlük állnak. Mi ezt a Betesdába úgy csináltuk most meg már is az első pillanatban, ahogy a dolog már kezdett előjönni és élesedni, hogy két épületünk van, az egyik az Ilka utcai épületünk egy jó kilométerre a másiktól, a Betesda utcaitól, és az Ilka utcát azt nagyon szigorúan fertőzésmentesen tartjuk. Nem csak a igazolt vagy gyanús koronavírus betegeket nem engedjük oda, hanem semmilyen hurutos beteget vagy munkatársat sem, és hozzátartozót sem, hogy ott abban a környezetben ezeket a nagyon sérülékeny gyerekeket védeni tudjuk. Van koronavírusos betegetek, gyerek? Nekünk volt egy betegünk már, akinél igazolódott, őt járóbetegként kezeltük, de szerencsére gondosak voltunk már addigra minden védőeszközzel, ami szükséges volt. Elláttuk magunkat, használták is a kollégák, néhány napig otthon maradtak a beteg kontaktus után biztonságkedvéért, de utána látszott, hogy nincsen semmi bajuk, őt járóbetegként kezeltük, mert a gyerekeknél sokszor enyhe a tünet, akár nincs is semmi. Őnála is egy egyszerűbb légúti hurut volt, és haza tudtuk engedni, de utóbb kiderült egy tesztelésnél, hogy pozitív volt. Úgyhogy ő volt az igazolt betegünk, tulajdonképpen az legelső betegek között volt az országban, a mi környezetünkből, tehát a környező területről való volt. De azóta is azért szép számmal vannak gyanús betegeink, megvan ennek a szakmai kritériuma, hogy igazából mindenki koronavírusra gyanúsnak tekinthető részint az utazáshoz kötött, vagy akinek kontaktja volt koronavírusossal, de azok is, akiknek láza, 38 fok feletti láza és légúti tünete van, hát gyerekkorban ez nem ritka, ilyen tavasz elején,
Most egyébként sokkal kevesebb van, mint szokott, meg kell, hogy mondjam, mert valószínű, ahogy a gyerekek otthon izolálva vannak. A mindig túl van terhelve, tele van beteggel, beteg gyerekekkel, szülőkkel. Igen. És igen. Most mi van? Igen, nagyon érdekes, még az előbb itt gondolt, hogy befejezem, hogy ezek a légúti beteg lázas gyerekek, ezek gyanúsítottnak tekintendők, és ebből adódóan hát őket védőfelszerelésbe látjuk el. Még egynél se igazolódott eddig a gyanú, tehát a tesztelésnél negatív eredményt adtak. De valóban ez nekünk is egyébként most egy érdekes dolog, és tulajdonképpen egy tanulságos dolog is, hogy ez a március-áprilisi időszak mindig a legzsúfoltabb időszakok egyike a kórházban. Ilyenkor rengeteg sok különböző téli vírusfertőzés, influenza és más vírusfertőzés, és ezeknek már a szövődménye jelentkezik sokszor, súlyosabb tüdőgyulladások, mellhártyagyulladások, meg a fülgyulladások szövődményei, időnként agyhártyagyulladások, tehát nagyon komoly betegségek jönnek elő a hosszú téli hónapok fertőzéseinek a szövődményeiként, és másfelől meg kiszabadulnak a gyerekek az első szabadabb tavaszi napokon, jó naposabb tavaszi napokon, ami most is volt akár hétvégén, és hirtelen csetlenek, botlanak, elesnek, autóüti őket nem ritkán el, vagy leesnek a játszótéren, meg a rollerről, kerékpárról, mindenről, és rengeteg baleset van. Most ezzel szemben azt látjuk, hogy a gyerekek valóban feltételezzük, hogy otthon lehetnek leginkább, mert ami baleset van, az is otthoni baleset. Például most a legutóbbi sebészeti ügyeleteinkben egy gyereket vettünk fel, az a tévét rántotta magára. Szóval egy nagyon érdekes változás, és valószínű azzal, hogy a közösségekből a gyerekek most otthon vannak, és nem járnak óvodákba, iskolákba, ez a szokásos nagy fertőző hullám, nem csak a koronavírus nem terjesztik, hála Istennek egymás felé feltételezhetően, hanem az összes többi vírus fertőzése, ilyenkor egyébként sok hasmenés, hányás is szokott lenni, abból is csak elvétve van egy-egy beteg, tehát tulajdonképpen a ellátórendszernek és a gyerekkórházaknak a terhelése ilyen szempontból most jó, és ezért is tudtunk valóban az elmúlt hetekben nagyon intenzíven készülni arra a koronavírus. Hogy tudjunk azért közben, hiszen talán a tisztelt nézők nem kötik egyből össze fejben, de hát ugye például az NT-t is önöknél gyógyították. Ez a csodálatos eset, amikor 700 millió forintot dobtak össze a polgárok, hogy erre a beavatkozásra sor kerülhessen, majd ezt még egyszer újra megtették. Azért gondolom, hogy ők most veszélyben vannak, tehát akik ilyen súlyos beavatkozásokon, ilyen nagy betegséggel vannak túl, ez egyrészt, hagyj érdeklődjük már az állapota felől is, hogy végül is jó irányba halad-e, gyógyul-e a kisfiú, és hát, hogy nekik mennyire veszedelmes ez az időszak. Ők hogyan tudják megóvni, hogy nehogy valaki bevigye ezt a vírust a családba? Igen, nagyon örülök, hogy ők, mert ketten vannak valóban, Zente és Levente, egymást követő néhány hét különbséggel kapták meg ezt a nagyon sajátos kezelést, mind a ketten közadakozásból összegyűjtve, ami egy gyönyörű gesztus volt az emberektől, hogy ezt a hatalmas pénzt össze tudták dobni. És valóban mindig jobban kötődik, azt hiszem, mindenkihez, ha konkrét emberekről beszéltünk, mert én itt beszéltem immundeprimált, immunológiailag kevésbé hát reakcióképes emberekről, meg krónikus betegekről, hát ők típusosan ezek. Tehát ő nekik a kezelésükhöz kellett adni olyan gyógyszert, ami az immunológiai és ilyen értelemben a fertőzésekre való válaszkészségüket lerontja. Hála Istennek jól vannak mind a ketten, és a szüleik nagyon jól vigyáznak rájuk, mi is állandó konzultációban vagyunk, betartják azokat a rendszabályokat, amik azért izoláltan tartják őket a környezetüktől. Most már ennek a gyógyszernek a dózisa olyan mértékben csökkenthető volt, hogy a veszély egyre inkább csökken, de tulajdonképpen csak, hogy értsék a nézők is, hogy ott miről volt szó, arról volt szó, hogy vírussal vittük be azokat a hiányzó géneket, amik aztán elterjedtek az egész szervezetbe és beépültek az ő sejtjeikbe, úgyhogy tudták termelni és tudják folyamatosan termelni azt a hiányzó anyagot, ami hiányzott. Továbbélésért folytatott küzdelem? Mert különben nem élnének ezek a gyerekek? Hát most jelen pillanatban még élnének, de az izmaik nem tudnának működni olyan
Tehát lényegében látjuk is rajtuk már az eredményét, hogy az izom működésük az ilyen formában visszatér és fejlődni képes. Ha nem kapták volna ezt a gyógyszert és más gyógyszert sem, mert a kicsit a dolog bonyolultabb, mert van olyan gerincvelőbe többször néhány havonta adandó gyógyszer, ami hasonló hatást el tud érni, de más mechanizmussal, és nyilván a kettőnek a hosszú távú hatásai között nem nagyon látjuk még a különbséget. Itt egy injekcióval kellett beadni egy olyan gyógyszert, ami bejuttatott egy olyan gént a sejtjeibe, ami tudja termelni azt a fehérjét, ami nekik hiányzott, és ezért az izom működésük. Hát pénz ez a 700 millió forint. Igen, bocsánat. Csak annyi, hogy akkor így nagyon röviden megnyugtatva azokat belünk együtt, akik ugye szívükön viselték a két kisfiú sorsát, hogy akkor megérte, tehát jól sikerült ez a Magyarországon először alkalmazott, és önöknél tulajdonképpen önök irányításával először alkalmazott eljárás, azért ehhez hagy gratuláljunk, de valójában ugye azért is kértük meg, hogy jöjjön el közénk, mert nagyon sokan aggódnak, nagyon sokan nem tudják, hogy mire számíthatnak majd a következő hetekben, amikor megtöbbszöröződhet Magyarországon is a koronavírussal fertőzöttek száma, és talán ebből a mondatból is, hogy Zentét és a másik kisfiút hogyan kezelték, lehet sejteni, hogy az átlagos orvosnál egy kicsit nagyobb rálátásuk van a vírusok működésére, és ő nem is rejtette véka alá, hogy azért van vélemény erről a járványról és arról, hogy hogyan kell kezelni, illetve arról, hogy a magyar egészségügy kellően felkészült-e. Egy bő hete például az Inforádióban még aggodalmát fejezte ki ez iránt. Most hogy látja, azért egy hét alatt is nagyon sok minden érkezett az országba, nagyon sok dolog történt, most hogy állunk, mennyire felkészült a magyar egészségügy? Én azt látom, hogy nagyon intenzív felkészülés zajlik, és nagyon sok mindenben most tényleg a bő egy héttel ezelőtti inforádiós beszélgetéshez képest nagyon sok mindenben sokkal előbbre tartunk. A védőeszköz ellátottság sokkal jobb, azt lehet mondani, hogy a szükséges védőeszközök annak idején ezelőtt pár héttel még nagyon kellett takarékoskodnunk, például akár a maszkokkal és több védőeszközzel. Most mondhatom, hogy mindenkit ideális védőeszköz ellátottsággal tudunk ellátni, akik gyanúsként is hozzánk jutnak, megvannak a szükséges maszkjaink, megvannak a védőruháink, megvannak a kesztyűink és minden más, amire szükség van. Ez hatalmas előrelépés, és nagyon megnyugtatta az ellátásban résztvevőket. Nagyon sok felmérés készült arra, hogy a különböző, hát a beavatkozásokhoz szükséges eszközök is megérkezzenek, lélegeztetőgépektől kezdve monitorok, meg ezeknek a nagyon sokféle kiegészítői, amivel kapcsolatban szintén halljuk a hírekben is, hogy érkeznek a szállítmányok, és ezeket el fogjuk tudni helyezni. Itt hozzá kell tegyem azt, hogy nyilván ezeknek a gépekre nagy szükség lehet, valószínűleg lesz is. Itt nagyon fontos ebben még az a lépcső is, hogy a szakembereknek ezekhez a gépekhez, illetve a gépeknek a szakemberekhez kell találni, mert egy lélegeztetőgépnek a kezelése, az túlzás nélkül mondhatom, még azt hiszem inkább egy kicsit alábecsülöm, ha csak ezt mondom, az legalább olyan fajsúlyos munka, mint a... kezelni azt a több mint 2000 gépet, amit most Kínából még megrendeltünk, és meg is igen, tehát az olyan fajsúlyos munka, mint a mondjuk a pilótának a munkája. Tehát ezek nagyon bonyolult gépek, nagy tapasztalat kell hozzá, de mondom. Csak segítsen ebben is, mert ugye voltak itt összehasonlítgatások, az, hogy Magyarországon lezajlott a lélegeztető gépek általános cseréje szerencsés módon nem olyan régen, 700 darabot vettek talán, és megvannak még a régiek, és akár 2000 is hadrendbe állítható. Ezt egy-két hete kiszámolták, hogy az a lakosság arányában több, mint amennyi Olaszországban rendelkezésre áll. Akkor miért van szükség még 2000-re? Vagy hogy kereszt ért? 2600-ra? Igen, ugye? Olyan számokban lélegeztetnek most Olaszországba, Spanyolországba, vagy Franciaországba, és látjuk azt, hogy ez tulajdonképpen elérhet minket is, annak ellenére, hogy hatalmas eredmény, hogy lassítani tudtuk egyértelműen minden kétséget kizáróan azt a hatalmas nagy boomot, ami most várható volt, és még mindig azért persze bekövetkezhet, hogy hirtelen megnő a betegszám. Ez egy nagyon nagy dolog, mert így van idő felkészülni,
de látjuk azt, hogy tulajdonképpen hatalmas mennyiségben lehet szükség a lélegeztetőgépre, és ha megint hozzáteszem a lélegeztető szakemberekre, azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon fejlett orvosi kultúra van, és erre nagyon büszkék lehetünk, rengeteg sok nagyon jó intenzív terápiás szakemberrel, akik tudnak lélegeztetni. Nagyon fontos feladata most az ellátórendszernek, hogy a jó gépekhez jó szakemberek kerüljenek, és olyan centrumok jöjjenek létre, és erre megy a szervezés és a sokféle konzultáció, ahol ezek összetalálkoznak. A súlyos beteg, a jó gép és a jó szakember. Csak azért mondom ezt ilyen nagyon darabosan. Elég ilyen jó szakember van, vagy kell egy gyors tanfolyam, vagy az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy ez egy olyan dolog, mint a repülőgépvezetés. Én azt hiszem, nem sokan ülnénk vele szívesen olyan repülőgépbe, amit egy-két nap alatt, ahol egy-két nap alatt készítenék fel a pilótát. Nagyon kellenek azok, akiket most felkészítünk, a rezidensek, a fiatal orvosok, a más szakmákban levők, hogy értsék a problémát, és tudják megoldani azt, amit mondanak neki, tudják alkalmazni. De magát a kezelésnek a szofisztikált, aprólékos, finom beállítását azok a lélegeztető szakemberek, intenzív gyógyászok tudják elvégezni, akik ezt már évtizedek, vagy legalábbis évek de óta nagy tapasztalattal csinálják. Ezek az altatóorvosok, intenzív anesteziológus orvosokról beszélünk, akiknek ez a szakma Magyarországon. Az ön eredeti szakmája gyakorlatilag. Azért kérjük, hogy avasson be minket ebbe. Ezért is mondom, mert ez hozzám részint nagyon közel áll a szívemhez is, meg hát én is intenzív osztályt vezettem több évtizeden keresztül, és aztán lettem kórházigazgató, és ezért hát máig követem, és nagyon fontos, hát most szubjektív leszek, a legszebb szakmának gondolom a gyerek intenzív gyógyászatot, de nyilván ti meg az újságírást, meg a szerkesztést, mindenkinek megvan a maga... Itt azért egy pillanatra megállni. Nekem egy nagyon kedves régió barátnőm a Heimpál kórházban gyermek anesteziológus asszisztens, és valóban elmondja, hogy csodálatos dolog, amikor sikerül megmenteni egy gyermeket. De amikor nem, azért az ugye mindennél, tehát azt én nem is tudom, önök hogyan tudják feldolgozni. Borzasztó nehéz dolog. Az az igazság, hogy én azt a részét tudom ennek mondani, hogy az borzasztó, a motiválja az embert, a kudarc is ilyen szempontból, hogy ezt meg maga az a felelősség, hogy az én aktuális döntésemen, tudásomnak az alkalmazásán, nem csak elméleti tudásomon, a rátermettségemen, a pillanatnyi állapotomon múlnak hát életek vagy helyzetekből való kiútak, ez roppantul motiváló is olyan, és ugyanakkor nyilván nehéz kríziseket is megér az ember, amikor, és megér a csapat együtt, amikor ez nem sikerül. Visszatérve az alapkérdéshez, tehát ezek az intenzív anesteziológusok, akik a kritikus állapú betegeknek, a állapotú betegeknek a kezelésére specializálódtak és egyúttal altatnak, ezeknek nagyon nagy rutinjuk van a lélegeztetésben, hiszen ezt csinálják a műtőben, ott is lélegeztetnek beteget, sokan évtizedek vagy évek óta, a szakképzésük alatt ezt nagyon megtanulják, és ők végzik az intenzív osztályokon is a sokszor nagyon rossz tüdejű, rossz keringésű betegeknek a lélegeztetését. Sokan vannak, hála Istennek, az országban, elegendő orvos van, akik igen, tudják kezelni ezt a... Nyilván az, hogyha sok ezer beteg lesz egyszerre, akkor nagyon fontos lesz az ő eloszlásuk. Az, hogy elegendő ember legyen, akihez tartoznak azok még, akik nem értenek annyira hozzá, de valamilyen szinten kitanulták. Az ő irányításuk, az ő közvetlen felügyeletük kell, hogy ezekre az emberekre essen. Ez egy nagyon fontos logisztikai lépés, amiről talán nem most még kevesebbet beszélünk. Hogy nem következik be, hogy több ezer beteg igen, legyen. De hát azért arra készülünk. Most nyilván egy kicsit teljes joggal a dolognak a rossz oldalára is készülnünk kell, hogy itt bizony lehet több ezer beteg egyszerre, akit lélegeztetni kell, és nagyon fontos, hogy ezek a kérdések időben előkerüljenek, hogy a média meg a közbeszéd az lélegeztetőgépekről szól, én csak ezt akarom hangsúlyozni, és nyilván akik szervezik, azt ezt pontosan tudják, itt nem a gép kizárólagosan a lényeges, ez nem olyan dolog, mint egy
kerékpár, hogyha ott a kerékpár, eljutok A-ból a B-be, B-be, mert az emberek legtöbbje tud kerékpározni. Itt kell egy olyan szaktudás, sokkal inkább a kerékpároshoz képest, hangsúlyozom, én egy pilótához tudom hasonlítani azt, aki ezekkel a gépekkel bánni tud. És ezeknek a pilótáknak a megfelelő elhelyezése, megfelelő helyzetbehozása a kulcskérdés. Most nyilván ezzel foglalkoznak, akik itt a szervezést végzik. Egyébként nagyon kemény intézkedéseket hozott a kormány, és ugye itt elfogadták ezt a felhatalmazási törvényt. Most nem a főigazgató urat ezzel kapcsolatban kérdezem, de mégiscsak érinti a kórházakat, hiszen szinte azt kell mondanom, hogy azzal, hogy katonai parancsnokokat is kineveztek a kórházak, a kórházvezetők mellé, az egy kicsit azért az embert megrettent, hogy miért kell oda egy katona, miért kell oda egy olyan ember, aki igazából szervezéshez ért, vagy a rendcsináláshoz, de hát mégsem orvos. Igen. Én mert hiszem, úgy tudom, megérkezett önhöz megérkezett, is. Megérkezett, tegnaptól ott van nálunk is a kórházparancsnok úr. Igen, egy kicsit a kérdés első részére, anélkül, hogy a politikai vonalba belemennék, világosan látni kell mindenkinek, és talán azért egyre többen látják, hogy ez egy olyan helyzet, amikor egyértelműségekre, és arról lehet szó, hogy döntéseket megkritizáljunk, nagyon alaposan megvitatjuk. Az más kérdés, hogy rengeteg konzultáció, szakmai és egyéb konzultációra van szükség, hogy jó döntések szülessenek, de én is nagyon óvok minden munkatársaimat is arról, hogy egy szó is essék arról, hogy egy nekünk adott utasítás jó vagy nem jó. Ez most egy olyan világ, amikor az utasításokat végre kell hajtani, és be kell számolni arról, hogy ha végrehajtottuk, akkor annak mi a hatása, hogy meglegyen a visszajelzés. És az más dolog, hogy esetleg a szakmai konzultációk során, amire nagy szükség van, az ember elmondja, hogy lehetne azt még jobban csinálni. De én azt hiszem, hogy az egész országunknak és az egészségügynek is most muszáj erre a gondolkodásra ráállni. És ennek nyilván eszköze lehet politikailag az, ami történt. Ez az egyik kérdés, a másik fele mi volt? A parancsnokok, kórházparancsnok. Hogy jön ki a kiküldött parancsnokkal? Kórházparancsnok. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól. Nyilván mindannyiunkat múlt hét végén, mikor ez kijött, akkor meglepett, és úgy hirtelen kórházvezetők és kórházban dolgozó emberek nem láttuk át, hogy ez hogy fog működni, és a szükségességét is hát úgy bizonytalanul szemléltük, de tudomásul vettük az előbb elmondott elv szerint és gyakorlat szerint, hogy most erre van szükség, hogy amit kapunk, azzal találjuk meg a legjobb megoldást. Nálunk is ott van tegnaptól egy rendőr alezredes úr, akivel hát nagyon gyorsan az egész tímmel, akik érintettek a operatív döntéseinkben, a kórházakban is megvan az operatív koronavírus operatív bizottság, nálunk is egy nagyon jól működő bizottság van. Már is összehoztuk a parancsnok urat ezzel a bizottsággal is, átbeszéltük, hogy hol tartunk, ők mindent megszemléltek, mindent szemügyre vettek, és azóta is nagyon szoros konzultációban vagyunk. Számunkra nagyon jó az, hogy lett az egész rendszernek a törzskarával, az operatív bizottsággal is direkt mutatni egy közvetlen kapcsolatunk. Tehát mi is el tudtuk azonnal juttatni azokat az üzeneteket, amit különben sokkal nehezebben juttattunk volna, amit ők észleltek is, és amit fontosnak tartottunk, hogy úgy mondjam, a csúcsvezetésben ennek a krízisnek a csúcs bizottságához eljusson. És látjuk azt, hogy együtt tudunk működni. Tehát itt nem arról van szó, hogy irányító, hogy úgy mondjam, jogosítványokat akarnának elvenni a kórházvezetőktől, hanem arról van szó, hogy egy sajátos szemlélettel közösen tesszük össze nyilván a magunk szemléletét és tapasztalatát mind a két oldalról hozzátéve, hogy a legjobb megoldásokat találjuk. Nyilván két nap telt el idáig még. De akkor ezek szerint önökhözről nehéz beszélni, de én ezt tudom jelenleg. Önökhöz akkor nem katonaorvos vagy katasztrófaorvos érkezett, mert ugye azt ígérték, hogy a lehető legtöbb helyre ilyen végzettségű tisztet küldenek. Persze nehéz belegondolni egy ilyen életpályába, hogy az ember úgy végezel egy orvos egyetemet, és utána lesz katasztrófaorvos, hogy viszonylag
kicsi az az időszak, amikor igazán tudja hasznosítani a tudását. Hát most lenne itt az ő időszakuk, tehát amikor esetleg az történik, mint a tömeges fertőzéseknél sok helyen látjuk a világban, hogy hirtelen nagyon sok döntést kell meghozni, és ez emberi konfliktusokat szülhet. Nyilván itt lehet szükség jó esetben az olyan katona tisztekre, akiknek ez a végzettségük, hogy ilyen döntéseket meghozzanak, de nem késztetem arra, hogy állást foglaljon ebben, mert gondolom, hogy... Elmondhatom, mert azt hiszem, hogy ez publikus, és mindannyian tudhatjuk, hogy nagyon sok helyen így nálunk sem olyan ember van, aki az egészségügyben edzett, de ugyanakkor, vagy ezzel ebben tapasztalata lenne, de ugyanakkor egy olyan, tulajdonképpen úgy mondom, hogy az ellátmányozás és az anyaggazdálkodás, illetve a operatív feladatokban rutinos ember van ott, aki tudja a helyét, és nem is akar beleszólni szakmai kérdésekbe, hanem világosan, ha látja az érvelésünkből, hogy ott az a helyén van. Hát akkor gazdasági ebben... emberekre gondolom, a kórház gazdasági. Igen, hát ő, aki nálunk van, ő nem is nevez. Ő egy rendészeti ember, akinek megvan a maga világos észjárásai, és érti a szavakat, és tudja a maga kompetenciáit. Tehát én ilyen szempontból mondom, két nap után csak a legjobbakat tudom mondani arról, ahogy ez működik. Ami nagyon érdekes, szóval Magyarország, hogy mondjam, ugye ma Spiegelben jelent meg egy nagyon megrovó és Magyarországot ekéző cikk, hogy ki kell zárni az Európai Unióból Magyarországot, mert diktatúrát épít, és így tovább. Azért Magyarország nagyon korán ébredt föl, és ez jellemző erre az elmúlt 100-150 évre, az első világháborúban, második világháborúban, villámgyorsan a kórházok élére többnyire katonaorvosokat neveztek ki. És ez nem volt véletlen. És ezt most csak azért hozom elő, hogy mekkora lehet a baj ma a világban, a koronavírus világjárvány idején, hogy ezt tartotta szükségesnek a kormány, hogy igenis itt rend nélkül nem fog működni ez a dolog. Itt most már nem babra megy a játék. Emberek százezrei egészségéről van szó. Igen, én hagyd tegyem azt hozzá, hogy azért egyetértve azzal, amit mondasz, hogy időben nagyon jó ritmusváltások voltak, és reméljük nyilván majd hónapok, ne adja Isten, évek múlva fogjuk tudni értékelni a folyamatokat és összehasonlítani másokkal, de talán már most is mondhatjuk, hogy gyors reagálású volt a magyar reakció és a magyar változás, és reméljük, hogy ennek tényleg meg lesz a gyümölcse. Van a közbeszédben, és talán azért a politikai gondolkodásban is ugyanakkor egy olyan pillanatnyilag éppen az elmúlt hónapokban számunkra igazságtalannak tűnő gondolkodás, hogy a kórházakban, minthogyha az egyébként a kórházigazgatók az elmúlt években, azt hiszem, hogy most ez egy ilyen zárójeles félmondat, nagyon sok mindenben hát megfeleltek, és tulajdonképpen nagyon sok szempontból ki is cserélődtek, de mégis van egy olyan gondolkodás, mintha a kórházigazgatók nem állnának a feladataik magaslatán. Én nem, nyilván nagyon sokféle ember ez. Nem véletlen, hozzáteszem, hogy a társadalmi presztízs rangsorban ma a kórházigazgatók állnak az összes 150 rangsorolt szakmában az első helyen. Fantasztikus, felelős munka, és most nem magamat akarom itt előhozni, hanem a társaimat, akit jól ismerek. Tudnélik, a kórházigazgatónak azon túl, hogy az anyagi és jogi biztonságot fenn kell tartani, amit hát mostanában helyenként számon kértek rajtunk, azon kívül fenn kell tartani a betegellátást, mégpedig a lehető legmagasabb szinten, és meg kell tudni tartani a munkatársakat. Tehát egy olyan nagyon nehéz szituációban dolgoznak, olyan egyensúlyt kell létrehozniuk, nem akarom őket sajnáltatni, ami azért összességében a lehetetlenhez közelít. És ez a kórházigazgató gárda ebben összességében, mert a magyar ellátórendszer szakmai színvonalát én kifejezetten jónak gondolom a kórházrendszerét, amellett, hogy hát sok szóbeszéd van. Igen. Ez a magyar kórházvezető rendszer ennek a feladatnak megfelelt. Tehát hogyha azt véljük felfedezni most emögött a kórház parancsnok kinevezések mögött, hogy a magyar kórházigazgató
gárda nem felelt meg, nem alkalmas, és ezért másokat kell oda tenni, akkor én ezt semmiképpen nem tudom, ezt a nézetet, ezzel nem tudok egyetérteni, mert nekem egészen más a tapasztalatom, és ismerem, látom a kollégáimat, és látom azt az emberfeletti küzdelmet, amit a mindennapokért nem csak most, hanem az elmúlt években is végeznek. Én máshonnan fogom ezt meg. Igen, van egy erős magyar kórházvezetői és vezető orvosi gárda, annak egyébként, mint minden másnak a meglevő és sokak által ismert hibájával, de jelen pillanatban egy olyan logisztikai rendszert kellett építeni, amiben szükség van arra, hogy az operatív, egy sok szempontból katonai, rendőri vezetés és a periféria között legyen egy nagyon gyors reagálású információáramlás, és az intézményeknek a védelme, ez is egy fontos elem, garantált legyen hosszú időre, és az anyagellátása biztos legyen, és ellenőrzött legyen, és erre az adatáramlása ellenőrzött és biztos legyen, és erre jó megoldásnak tűnik számunkra is, mondom amellett, hogy az első pillanatban kicsit meghökkentünk, de most így két nap tapasztalata után azt tudom mondani, hogy számunkra is érthető megoldás az, hogy ehhez egy ilyen rendszert kiépítenek. De hangsúlyozom, azt én nem tudom elfogadni, hogy a kórházigazgatóknak a nem megfelelősége. Hozzá kell tenni, hogy ne adjon a főigazgató úr tippeket Jakab Péternek és a többieknek, mert ez a vád még a részükről sem hangzott el az elmúlt napokban. Lehet, hogy csak a kreativitás hiánya miatt, de ezt még nem állították. És egyébként én úgy érzem, hogy a kormányzati nyilatkozatokból sem sejlett ki ez. Sokkal inkább az, amire szeretnék most utalni, hogy azért most egy kegyelmi állapot van, egy vihar előtti csend, hogyha jól értem. Tehát már mindenki nagyjából megismerkedett azzal, hogy miről fog szólni, miről szól ez a járvány, mi a tét, mit kockáztat. Az emberek többsége megértette, hogy nagyon komolyan kell venni a kéréseket és kötelezéseket, és most egy ilyen pillanatnyi nyugalom van. És aztán vagy ránk ütted az egész, vagy igazából ne is áltassuk magunkat, majdnem biztos, hogy tömegek fognak megfertőződni, hiszen a környező országokban is ezt látjuk, hogy ezrek, tízezrek fertőződnek meg, és ha minden nagyon jól alakul, akkor is a mostaninál sokkal többen fognak. Tehát most ezt a kegyelmi állapotot éljük, de mindenki készül arra, hogy itt valami történni fog. És ez az egyik valami az, hogy hirtelen a kórházigazgatók nagyon nehéz döntések elé kénytelenek lesznek állni. Gondoljunk itt például arra, Erdély ma már román többségű vidékén, Szászvárosban friss esemény, hogy egy teljes intenzív osztály összepakolt, és a koronavírustól való félelmében elinalt, és ott hagyta a kötelességét. Ez mennyire lehet jellemző itt Magyarországon? Mennyire jó az orvosoknak a morális állapota, mennyire kapnak elég támogatást, hogy egy ilyen krízis helyzetben, ahol akárhogy is nézzük, önöket lökjük most előre, ugye mi bezárkózunk otthonra, nézzük a tévét, sajnálkozunk, hogy nem találkozhatunk a barátainkkal, de azért a társadalom többsége ennyivel megúszza. Igen. Sok esetleg elveszti az állását. Sok mindent, de önöknek el kell dönteni, hogy kockáztatják-e az egészségüket akkor, amikor már biztosan bent van a kórházban a járvány, és amikor már majdnem biztos, hogy ön is, amikor odáll az intenzív osztályon, besegít a többieknek, fertőzés veszélynek van kitéve. Akkor a lelkekben hogy fog ez eldőlni? Igen, ez egy nagyon sok rétű és nagyon fontos kérdés. Tehát részint valóban lehet mondani ezt egy ilyen induló felkészülési állapotnak, de azért ne felejtsük el, hogy már nagyon sok intenzív osztályon, több intenzív osztályon súlyos betegeket védőfelszerelésbe lélegeztetnek, és sajnos már azért jó pár hanfitársunkat el is veszítettünk a koronavírus járványban, tehát nem mondható, hogy vihar előtti csend, hanem a helyi viharok már megvannak, és ebből a tapasztalatokat is gyűjtjük. Egyébként nagyon fontos volt szerintem a mai sajtóban az, hogy kijött az, hogy milyen betegeket vesztettünk el, mert a szakmát is, és nyilván a laikusokat is érdekelte, és látjuk azt, hogy valóban krónikus beteg emberek és idős emberek voltak, akiket elvesztettünk. Nyilván nagyon sajnáljuk őket, és nagy küzdelem volt az életükért, és lesz sokakért is, de hogy tulajdonképpen szakmailag ilyen értelemben alátámasztják ezek az adatok az én szememben azt, hogy az ellátórendszerünk jól indult. Tehát nem vesztettünk el olyan embert, aki hát a statisztikák és a nyugati tapasztalatok alapján életben kellett volna, hogy maradjon. Ez a benyomásunk erről a számadatról. De ez most egy másik kérdés volt, mint amire rákérdezett.
A lényeges elem az az, hogy milyen lesz ez a hatalmas vihar, ez mindenkinek világosan kell látni, és nem akarom most ezt túlragozni, mert sok szó van, de sohasem lehet elég szó, ez nagyon múlik az embereken. Azon, hogy mennyire veszik komolyan azokat a szabályokat, amiket most már nagyon világosan mindenhol lehet hallani. Azt, hogy otthon maradni, az, hogy a nagyon jól kialakított sávrendszert a vásárlásoknál, ügyintézéseknél betartani, az időseket elkülöníteni, egyébként az idősek helyett lehetőleg bevásárolni, patikába menni, és a kézmosástól kezdve szellőztetésen át minden szabályt betartani. Ezen fog múlni alapvetően, és ez mindenkinek a maga felelőssége, egymásra való vigyázás is. De a kérdésnek a lényegére rátérve, azzal kapcsolatban nekem nagyon jók a tapasztalataim. Azt látom, hogy azok a kollégák is, akik hát talán kevésbé látják ezt a nézők, hogy azok, akik hát különben élték a maguk életét, és sokan sokfelé dolgozva hát keresték a megoldásokat az életükre, most beállnak abba az önfeláldozó hivatástudattal teli gondolkodásba, hogy igen, akkor most ránk van szükség, és felkészülünk, és nem mennek el, nem maradnak otthon, nem mennek pillanatnyilag szabadságra, nem keresnek ki búvót, hanem beállnak esetleg olyan feladatokba is, amik számukra ismeretlen volt, hiszen nagyon sok szakmában pillanatnyilag megáll az élet, ahol ilyen elektív tervezett műtétek vagy beavatkozások szoktak lenni, azok most elmaradnak, és ezek a kollégák más csinálnak, és látom azt, saját környezetemben azt tudom mondani, hogy meghatóan látom azt, hogy ezek az emberek felveszik a kesztyűt, sokukat úgy kellett, hogy úgy mondjam, hazazavarni az életkoruk vagy a krónikus betegségük miatt, hogy ez most nekik nem szabad csinálni, hanem a önmaguk védelmét és nekünk az ő védelmüket elé kell tenni. Tehát ez a hangulat megvan, és azt is látom, hogy a társadalomtól rengeteg sok figyelmességet, kedvességet, megbecsülést kapunk, nagyon sok buzdító és hát tárgyi, még helyenként pénzügyi segítséget is. Nagyon fontos, meg kell, hogy mondjam, ehhez az, hogy nagyon hamar kialakuljon az az anyagi biztonság és megbecsültség is, ami már a hivatalokon múlik. Erre jelen pillanatban még nem volt szükség, mert a kórházak finanszírozása biztosított a korábbi hónapoknak a fizetése a pénzügyi elszámolása alapján, de most, ahogy mondtam, olyan időket élünk, amikor kevés beteg van még a kórházakban. Itt nagyon fontos, hogy az anyagi biztonság, a munkabéreknek a folyósítása, ezek után, a teljesítmények után is biztonságban legyen az elkövetkező tavaszi hónapokban, illetve nagyon fontos az, hogy úgy mondjam, a közbeszédben és a politikai gondolkodásban is ezt a fajta erőfeszítést, akár menedzsment erőfeszítést, a kórházak átszervezése, de elsősorban a végeken dolgozók, a betegekkel foglalkozók, az életüket vására vívő ápolóknak, az orvosoknak a megbecsülése, az minden értelemben meglegyen. Mi lenne a személyes javaslata, hogy aki segíteni akar, mert tényleg nagyon szép gesztus, amikor mondjuk a Budapest szálló szívalakú fényjátékkal üzen a János kórházban, vagy a Kútvölgyiben dolgozó orvosoknak, ápolóknak, de hogyha segíteni akarnak az emberek, mondjuk például, azért lássuk be, hogy aki elkapja a vírust, hazakerül, táppénzre kerül, ápolóként, orvosként, ő azért egzisztenciálisan is kockáztat. Igen. Tehát hogyan tartja el a családját? Hogyan fogja segíteni a gyermekeit? Tehát, hogyha kialakulna egy olyan összefogás, hogy ezeknek a frontvonalon dolgozó ápolóknak, orvosoknak segíteni, akkor én azt hogyan, milyen formában javasolná? Hogyan lehet bejutatni ezt a támogatást nekik? Nagyon leleményesek az emberek, és nagyon sokan ezt megtalálták. Tehát még csak azt kell mondjam, hogy sok mindent javasolni se kell, mert olyan sok jó szándékú ember van a környezetünkben, akik erre felfigyeltek, erre a kérdésre, és megtalálták. Egyébként valóban az egészségügyi dolgozóknak a kínai, olasz statisztikák szerint is látszik, hogy a negyede, ötöde
beteg lesz, és sajnos a magyar egészségügyi dolgozók idősek, tehát nagyon veszélyeztetettek vagyunk ilyen szempontból. De nyilvánvaló én magam is, és mindannyian, akik már ilyen szempontból nehezebb korban vagyunk, azzal számolunk, hogy lehet, hogy mi fogunk a lélegeztetőgépen szuszogni, és onnan már erre is, meg arra is lehet billenni, és mi jól ismerjük ennek a rizikóit jobban, mint akik esetleg még pillanatnyilag ezt elképzelni se tudják. Tehát ez benne van a levegőbe és mindannyiunknak a gondolatába, de nyilván jelen pillanatban a tennivágyás, és ez így is fog maradni, a tennivágyás ezt felülírja. Én azt látom, de hogy nagyon... Aki kórházi alapítványoknak gyűjt erre a célra, nem jár rossz úton ezek szerint. Tehát azt a pénzt megkapják majd azok azt a megkapják dolgozók. A kórházak, és megkapják... megkapják bizonyos értelemben áttételesen a betegek. Például jutalomfizetésre ebből az összegből? Jelen pillanatban itt nem tartunk, de mi reméljük, hogy lesz lehetőség. Meg, de nem lehetne erre egy megoldást találni? Igen, ez nagyon köszönöm a gondolatot is, mert ez is egy nagyon fontos dolog, de ami egy kórházi alapítványra, vagy direkt módon egy kórházra jut, az el fog jutni azokhoz, akik ezt a feladatot végzik, és rajtuk keresztül, vagy eszközökön keresztül a betegekhez is el fog jutni. Mi is kapunk ilyen adományokat, és kapunk rengeteg sok, és egyáltalán nem értékelném le, nagyon-nagyon fontosnak tartom a tárgyi dolgokat, és főleg a gesztusokat is. Az a gesztus, ami az ilyen lelkiállapotban levő embereket, akik ma hangsúlyozom, a bőrüket viszik a vására, ami eléri őket, az a szeretet, az, hogy mondjuk a Betesdába, a kollégáim felé, az elmúlt napokban, csak mondok egy példát, egy virágárus 100 csokrot küldött be a kórházba, és az hirtelen elárasztotta a kórházat, és minden osztályra és minden öltözőbe került belőle. Ezek borzasztóan motiválóak, és megmelengetik az ember szívét, és erőt adnak neki. De ugyanígy az, hogy alkalomattán az ügyeleteseinknek 50 darab pizzát behoznak, és éttermek főznek, és küldik be az ételt, vagy reggelire egy csomó gyümölcsöt, gyümölcskosárba, ezek elérnek bennünket, és ezek fantasztikus dolgok, és nagyon sokat számítanak. Azt lehetne mondani, hogy felszabadít ez a nagyon rossz dolog, ami történik velünk, felszabadít ugyanakkor olyan lelki motivációkat, amit eddig az emberek nem mutattak ki. Tehát itt ennek van egy olyan jó oldala, idézőjelben, ami azt jelzi, hogy igenis van közösség, van összefogás. Tehát nem csak tudom mondani. Igen, igaz, igen. Hogy nem csak olyan, igen. Olyan, hogy mondjam, rosszindulatú áskálódás folyik mögött, e körül a járvány körül, igen. Hanem igen. Ilyenek is vannak. És ez... Igen, ezt nagyon határozottan tudom mondani, és hangsúlyozom, hogy történeteknek a sokaságával vagyunk tele, személyes és közösségi segítség. Nem beszéltem még arról, hogy önkéntesek. Nálunk kiesett a munkatársainknak az ötöde a kora miatt, meg a betegsége miatt, ami 100 ember. És az ő pótlásukat pillanatok alatt a legfontosabb munkákban, sokszor nem szakképesítést igénylő munkába, portára, takarításra, betegregisztrációba, ételtologatásra, meg mosodába, segédmunkára. Nem, mi azt csináltuk, hogy fiatalok, egyetemisták, friss diplomások, nyilván mi egy református kórház vagyunk, főleg az egyházi kapcsolataink révén, különböző közösségek, iskoláknak az öreg diákjai, Károli Egyetemről, pillanatok alatt összeszedtünk rengeteg olyan srácot, lányt, akik megtanulták nagyon gyorsan a legszükségesebbekét, és most, ha elmegyünk a Betesdába, a portál már egy ilyen fiatal ül, ma az én igazgatói irodámat egy ilyen fiatal takarította ki, és az egész rendszert, és az orvostanhallgatók pedig pillanatok alatt képződnek át intenzív nővérré a mi kórházunkban, meg adminisztrátorrá a röntgenbe, meg asszisztensé a sürgősségi osztályon, és ők végzik, ha valaki most elmegy a Betesdába, ott egy szigorló ülés, ő végzi egy nagyon kulcs feladatot, ki volt rá tanítható, egy teljes gárda, ők triázsolnak éjjel-nappal. Aki bemegy a kórházba, azt ők mérik fel, ők döntik el, hogy melyik ajtó mehet tovább, hogy milyen védőfelszereléssel menjen. Hát hatalmas ennek óriási segítség. Pozitívuma van, igen. De kanyarodjunk el, és erre kíváncsi vagyok, ugye azért az emberek nem hülyék idézőjelben, tehát néznek a világban. És azt látják, hogy azokban az országokban terjedt el rohamosan a koronavírus, ahol
számolatlanul engedtek be illegális migránsokat. És bizonyítják is, tehát, hogy Németország mely pontjain, Ausztria, Spanyolország, Olaszország, hogy addig, amíg ugye már a világ már tudott erről a koronavírusról, addig Olaszországban még azon dolgoztak, hogy hogy tudjanak migráns hajókat, NGO hajókat beengedni a partra. Tehát, hogy a kérdés az, hogy azért laposodik el, nem csak azért laposodik el Magyarországon, hál' Istennek, a koronavírus járvány terjedése, mert jók a lépéseink, tehát időben lépünk, sőt előbb lépünk, mint kellene, illetve előbb lépünk, hanem mert itt kevés a illegális bevándorló. Igen, én óvatos vagyok a veszlésekkel, nem akarok semmiképpen sem előre inni a medve bőrére, tehát most egy hete tapasztaljuk azt, hogy jaj, de jó, mintha meglassulna. Teljesen csak egyszerűen talán túlzott óvatosságból is mondom, hogy várjuk ki a végét, de nagyon jó lenne, ha így tudna maradni. És ennek, hogy valójában mi az oka, nyilván nagyon sokrétű az oka, az időben elkezdett intézkedések. Én azt gondolom, hogy alapvetően, és ez nagyon jó látni, hogy az emberek legnagyobb része mindenben a rendet érti, a rendnek most érti a jelentőségét, és ez kapcsolódik a kérdésedhez is, mert egy ilyen értelemben mégiscsak egy koherens társadalomban élünk, ahol értjük egymás szavát, közösek a kultúrái és hagyományaink és a nyelvünk és a beszédünk, és mondjuk mégiscsak a legkülönbözőbb politikai és kulturális gyökerek mellett mégiscsak van egy olyan nagy közös egység, amit azt hiszünk sokszor, hogy nincs, de mégiscsak megvan az a kulturális hagyomány és egymással való felelős gondolkodás, ami talán egy ilyen nagyon mozgó társadalomban, ahol most rengeteg sok új ember van, a legkülönbözőbb gyökerekkel nem tudott kialakulni. Ennek biztosan van jelentősége. A másik kérdés az én is több nyugaton élő baráttól, ismerőstől, még honfitárstól is kapok híreket, hogy mi van erre, arra, Svédországba, Svájcba, Németországba, Franciaországba, milyen Angliába, milyen szituációk vannak, és azt látom, hogy valójában ezt sokszor deklarálják is, hogy az emberi szabadság az ebben a kérdésben is felülírja, hogy úgy mondjam, a társadalmi felelősséget. Tehát azt, hogy egymásért felelősek vagyunk, és ezért az egyén szabadsága ebben az ügyben az egymás védelme miatt korlátozható, ez a tudatban dől el, mert erre lehet nyilván törvényeket, szabályokat hozni, amit ki lehet játszani. De hogyha az embernek a tudatában világos ez a felelősségérzet, vagy felülírja a szabadságnak a pillanatnyi örömét, és az arra való vágyat. A liberalizmus, illetve a túlzott liberalizmus. Igen, én most nem akarok itt direkt szavakat használni, de tulajdonképpen erről van szó, hogy igen, az én szabadság vágyam az, hogy én most azzal is oda menjek, és azt csináljak, amit éppen kedvem van, ezzel szemben az, hogy én szeretnék vigyázni a saját édesanyámra, de mindenkinek az édesanyjára, és szeretnék vigyázni a sérült emberekre, és ezért korlátozom magam, és most nem megyek oda, és nem azt fogom csinálni, amihez kedvem volna. Nem csak azért nem azt fogom csinálni, mert ezt írják elő most a szabályok és a törvények, hanem azért, mert belátom, hogy én magamat korlátozom. Én azt veszem ki a nyugati ismerőseimnek a elbeszéléséből, hogy ez a fajta mérlegelés sokkal, sokkal kevésbé érezhető már. Valahol elveszett ebben ez az egyensúlyérzék. No, van itt egy kérdés, amit több olvasó is elküldött önnek címezve, és ami persze egyfelől vastagon politika, de másfelől morális kérdés. Soros György küldött 100 millió forintot. 1 millió eurót. Vagy 300 millió forintot, bocsánat, 1 millió eurót, ami persze nem túl sok ahhoz képest, hogy csak ugyanezek a civil szervezetek az Európai Unió különböző szervezeteitől mennyi közpénzt kapnak támogatásként különféle furcsa programokra, és ezt a pénzt gyors tesztekre akarják költeni budapesti egészségügyi intézményekben. Ugye így szól a hír. Mindeközben valóban tudjuk azt, hogy több tesztre lenne szükség,
azt hiszem, hogy pontosan fogalmazok, hogy az minden kórházigazgatónak egy őszinte és akceptálható igénye, hogy minden betegen végezzenek tesztet, hogy tudjuk az elején, hogy ő most egy koronavírusos beteg, csak járulékosan, csak véletlenül, vagy nem az ellátásnál. Tehát ez egy fontos dolog lenne. De közben azt is tudjuk, hogy például azokat a teszteket, amiket sok közép-európai ország megrendelt, többek között a Roche nevű multicég, de persze erre ne reagáljon, mondjuk úgy, hogy néhány egyébként eddig is az egészségügyben jól kereső és sok mindent lehúzó vállalkozás, inkább eladott drágábban, Amerikában és itt-ottam ott, mint hogy teljesítette volna az eredeti rendeléseket. Tehát azért ez egy nagyon összetett kérdés. Akkor első kérdésem az, hogy kellene az a sok teszt, ami most úgy tűnik, hogy végre megérkezett a repülőgépen Kínából és megérkezik. Valóban jó lenne mindenkit tesztelni, hogy akik bekerülnek az egészségügyi ellátásba, hogy önök teljes nyugalommal nyúlhassanak hozzához a beteghez, tudván, hogy védőfelszerelés kell, szkafander vagy nem, koronavírusos-e vagy sem. És akkor ehhez képest, miközben tudjuk, hogy van ez a valós polémia, mennyire elegáns dolog bedobni 300 millió forintot tesztekre, ki fogja azokat elvégezni, ki fogja azokat kielemezni. Itt a legtöbben négy kérdező is attól tart, hogy majd ezeket a sorosféle teszteket tulajdonképpen az orvosok egymásnak ugrasztására, az egészségügyi dolgozók manipulálására fogják felhasználni, tehát nem is volt olyan jó szívű ez az adomány. Na mit gondol erről a kérdéscsomagról? Tehát megint sok mindenről kell beszélni ennek kapcsán. Az egyik kérdés az az, hogy a tesztekre valóban nagyon nagy szükség van. Jelen pillanatban éppen most beszéltünk az előbb a kórházparancsnokokról, a kórházparancsnok úrral most, ahogy csináltunk egy leltárt, hogy hogy áll a felkészülésünk, miben kéne javítani, akkor én első és legfontosabb helyre ezt tettem, hogy valóban tesztekre nagyobb számban lenne szükség. És nem csak a betegek miatt, de ő miattuk is különösen, hanem a munkatársak miatt is. Tehát az, aki a frontvonalon küzd, az legyen a többiek védelme, meg a betegek védelme miatt is kellő számban letesztelve. Ez nem kell rendőrsz azzal, hogy minden egyes ember teszteljenek. Az első. Az egészségügyi frontvonalon dolgozókról beszélünk, igen. És az oda bekerülő betegek. Igen, az, hogy mindenkit leteszteljünk, az kivitelezhetetlen, és nem is hatékony, zárul, hogy egy szót bocsánat. Mondjak. Igen, tehát, de ahhoz, hogy tárgyszerűen beszéljünk, ezzel kellett indítanom, hogy ezt elmondjam, hogy valóban a tesztelésnek. Na de itt jönnek a talán finomságok, de nagyon lényeges dolgok. Egyáltalán nem mindegy, hogy mivel és hogyan tesztelünk. Tehát, és hogy ki végzi ezt a tesztet, és hogy hol történik. Tehát nagyon sokféle teszt van, szakszót vagyok kénytelen mondani, szenzitivitás, érzékenység. Az, hogy egy tesztnek mi az érzékenysége, a szenzitivitása, az azt jelenti, hogy milyen értelemben fogja érzékenyen megmutatni, hogy akiről az pozitív eredményt mutat, tehát azt mutatja, hogy vírusfertőzött, az tényleg az. És mennyire ez a specificitás is, meg a szenzitivitás, ez két dolog, illetve mennyire érzékenyen mutatja be, hogy ha nem mutatja a pozitívumot, akkor az biztosan nem az. Ez két nagyon fontos adat, és sajnos nagyon sok tesztnek, ezek a gyors tesztek... Azért közben, hogy mert kiképeztem magam valamennyire, ugye van olyan teszt, ami megmondja, hogy pillanatnyilag fertőző egy ember, ez a drágább és nehezebben hozzáférhető, és van olyan, ami csak azt mondja meg, hogy átesett rajta, ami mondjuk egy orvos esetében, vagy egy ápoló esetében nem jó, mert hogyha már nem fertőz, akkor hagyj menjen dolgozni, óriási szükség van rá. Hogy még egy kicsit a részleteket próbáljam emberi és nem szakmai szavakkal elmondani, van olyan teszt, ami kicsit lassabban, ezek nem a gyors tesztek, lassabban mutatja ki a bajt, ez a kórokozót mutatja ki annak a alkatrészeit. Tehát azt mutatja ki, hogy valóban a koronavírus ott volt mondjuk az orrban, az orr nyálkahártyában. És akkor nincs mese, az ott volt. Magát a kórokozót mutatja ki. A másik típusú teszt pedig az immunválaszt mutatja ki, a védekezést, ezek gyorsabban kimutathatók, de az a védekezés, az már sokkal kevésbé
időben jelzi, időben. Lehet, hogy ott már csak volt a koronavírus, amiről annak idején, amiről most beszéltél. És akkor a doktor gyógyíthatna. És akkor az egy, és ezeknek a teszteknek egyébként, amik az immunválaszt mutatják ki, sokkal kevésbé jó a szenzitivitásuk, amiről az előbb, az érzékenységük, amiről beszéltem. Tehát amikor mi teszteket tervezünk, akkor nagyon fontos, hogy kellő számban legyenek a tesztek, ezen van mit javítanunk jelen pillanatban, de nagyon fontos, hogy olyan tesztek legyenek, amiben bízunk. És ez nem a gyorsaság az elsődleges kérdés, hanem a megbízhatósága a tesztnek. És ezeknek a elrendezése, ezért nagyon fontos, hogy az erőforrásainkhoz legyen szabva, és egységes legyen. Tehát amikor tesztekről beszélünk, akkor nagyon fontos, és ha ez a pénz ide érkezik a fővároshoz, akkor én innen is hagyd kérjem azt, hogy akik ennek a elhelyezéséről dönteni fognak, akkor azok a rendszerbe iktatva döntsenek, hogy olyan tesztet csináljunk, amit tudunk használni, amire megvan az erőforrás, ami illeszkedik az egész rendszerbe, ami nem egy idegen elem lesz benne, aminek az értékelése beleillik abba az egészbe, amit most kialakítunk, mert annak semmi értelme nincs, hogy egy ilyen hát idegen elemként, egy más típusú tesztről. Akkor nem látja ebben a politikai mahinációt, hiszen most sem az a probléma, hogy a magyar kormány nem vásárolja meg a lehető kellő számú, jó minőségű, az orvosoknak igazán fontos szenzitivitású tesztet, hanem az a gond, hogy ezeket nem lehet megvenni, vagy nem érkezik meg olyan hamar, mint amilyen hamar kellene. Akkor miért nem teszteket küldött Soros György? Tehát mit kezdünk azzal a 340 millió forinttal? Kampányra küldte Gergő. Tehát van ennek értelme, hogy egy nagyon érzékeny területre, amit tudjuk, hogy a politikai támadások és vitáknak is egy nagyon fontos fókuszpontja, ez a tesztek kérdés, ott valaki betol egy csomó pénzt, hogy na hát akkor vegyetek, parasztok. Igen. Honnan? Tehát honnan? Tehát ön kapna most akkor 1 millió eurót, honnan vásárolná meg, és milyen tesztet vásárolná? Igen, jobban és gyorsabban, mint mondjuk gondolom, a kormány. Itt nagyon fontos valóban, tehát a kérdés mögött benne van ez a válasz, amivel teljesen egyetértek, hogy nagyon fontos, minden pénz jól jön, hogy ez a pénz sok vagy kevés, az mindenki ítélje meg maga, 300 millió forint a Betesdának, ami relatíve kiskórház, az éves költségvetése az 3 milliárd forintnál nagyobb, tehát és van ilyen kórház, nálunk jószerivel legtöbb nagyobb kórház, a legtöbb kórház nagyobb, és összesen 120 ilyen kórház van, tehát a nagyságrendet mondjuk egy ilyen szám talán tükrözi, de nyilván minden pénz jól jön, de hogy ennek a pénznek az elköltése egy koordinált, értelmes módon történjen, ami a rendszerbe illeszkedik, ezt én tudom mondani. Látszik, hogy kerülgetem a választ, én nem akarok politikai. Igen, én nem akarok tudni, én egy szakember vagyok itt, és nem akarok a politikai. Jó, csak mi ismerjük a dologba. Soros pénzeknek igen, az igen. útját. Ezért mondom, Soros pénzek útja sose igen. arra a dologra megy, amire küldi, legalábbis névlegesen, hanem egész másra. Ugye a rossz nyelvek szerint ez a Soros pénz, ez a baloldali, balliberális oldal kampányára fog majd fordítódni, és szó sincs itt arról, hogy mit fognak betenni meglátjuk. Az orvosi. Jó, hát van meglátjuk. Higgyünk a tényeknek. És úgy, tehát nyilván itt a beszélgetésünkben én vagyok az egészségügyi szakember, aki igyekszem ezen a pályán maradni, és igen. közben beszélgetünk, és én érdeklődve hallgatom az ezzel kapcsolatos véleményeteket. És ez vége felé, Pista, nem tudom, van-e még fontos nincs, kérdés, mert akkor egy utolsót, ez pedig az, hogy egy nagyon egyszerű kérdés egyébként, mikor lesz ennek vége? Hallottunk nagyon pozitív forgatókönyvet, ami azt mondja, hogy ha jól viselkednek a magyarok, beletaposunk a fékpedálba, megfékezzük a hirtelen terjedést, Merkeli professzor fejtette ki itt, ő is elmondta, hogy ez csak egy elmélet, ráadásul két hete mondta azóta, ő is nyilván rengeteg új információval gazdagodott, de akkor azt mondta, hogy ha minden jól megy, fogunk nyaralni, tehát azt mondta, hogyha nagyot taposunk a fékpedálba,
nem megakadályozok azt, hogy olaszországi vagy spanyolországihoz hasonló hirtelen elterjedés legyen, akkor azzal nem csak ezeket a rossz kiugrásokat akadályozhatjuk meg, ami tönkreteszi, túlterheli az egészségügyi rendszert, hanem talán a végét levághatjuk. Tehát, hogy addigra már amúgy is a fertőzés útvonalának egy perifériájában, hál' Istennek ma Közép-Európa, hogy talán ennek megszabadulhatunk a végétől, ami persze nem azt jelenti, hogy eltűnik a koronavírus örökre, de hogy a csúcsponton hamar túljuthatunk. Igen. Nagyon nehéz látni, hogy mi lesz a vége. Vannak olyan szakmai alapú vélemények, és ezért nem mondom, hogy jóslások, hanem megalapozott matematikai számításokkal olyan föltételezések, hogy ez jó esetben nyár derekára végére, hogy úgy mondjam, lelapulhat olyan mértékben, el nem fog tűnni, ami hát egy tartósabb konszolidációhoz vezethet az egész világunkba. De van olyan is, ami azt mondja, hogy ez kisebb-nagyobb hullámzásokkal jövő tavasz végéig is fennmaradhat. Nem kevesen a szakemberek közül ilyet is jósolnak. Nyilvánvaló, majd utólag el fogjuk bírálni, hogy kinek volt igaza, akkor már könnyű dolgunk lesz, de most érdemes készülni mindenféle opcióra, és ezért a saját életünket és a pszichénket is feltétlenül több hónapra kell beállítani. És hát nyilván a hosszú távú, ez ott fog lebegni pillanatnyilag egészen biztos a fejünk fölött, hogy koronavírus fertőzöttek lehetünk, és amíg védőoltás nincs, vagy olyan fokú nyáimmunitás nincs, hogy a probléma tényleg már egy nagyon kis érként csordogálhat tovább, addig azt hiszem, hogy mindannyiunknak az élete meg fog változni, de egyébként szerintem ettől függetlenül is ez egy olyan tapasztalata a mai élő emberiségnek, ami nagyon sok mindenbe fogja megváltoztatni az életünket, egyénenként is és közösségbe is. És én azt hiszem, hogy nagyon fel fognak értékelődni azok a közösségek és azok a szolidáris, emberséges, egymásra figyelő gondolatok. Ez lenne a racionális következménye, amikből most sokat látunk, és amik pozitívak lehetnek, eredményre vezethetnek, remélhető itt Magyarországon is eredményre fognak vezetni a koronavírus küzdelemben, és ezért mint jó gyakorlatok, mint az emberi kultúrába beépült pozitív gyakorlatok fognak megmaradni és túlélni. Ez az optimista kicsengése annak, ami most történik hosszú távon. Na hát, főigazgató úr, drága István, nagyon szépen köszönjük, ez csodálatos végszó, hogy mindezt elmondtátok. Én csak egy végszót oldanék hozzá, hogy én, mint notórius böjt törő, nem törnék senki fölött pálcát, de tegnap hallottam a kollégáktól egy nagyszerű új módszert erre a közösségépítésre, ez pedig a videó chat kocsmázás. A következőképpen néz ki, a barátok összeülnek, mindenki bejelentkezik, mellette fel van halmozva az előzetes megbeszélés szerint mennyiségben az alkohol, és mindenki jól érzi magát. Állítólag nem rosszabb, mint valójában találkozni. Azért ez kétlem, de köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra. Végszó után szabad egy mondatot persze mondani csak a barátaimnak, mert ők jól tudják, hogy én böjtben nem iszok alkoholt, és ezért mondanám, hogy ez szőlőlé volt, akik most nézitek. Ez nem? Így van. Ez igazoljuk. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük.